Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az Aquarius Aqua, a Veritas Gold ásványvíz gyártója. Vajon milyenek lennének a mindennapok mondjuk 50 évvel ezelőtt? Mi működött másképp? Mi változott? Készüljetek fel egy izgalmas időutazásra, mert a múlt és a jelen összehasonlítása következik. Erről szól a flashback régen és most. Ja igen, ez meg én lennék. Tamás Anita vagyok. Ha már Párizsban jár az ember, feltétlenül el kell látogatni a város mellett található Disneylandbe, amely a világ egyik legnépszerűbb vidámpark típusa. Aki valaha imádta a meséket és elő tudja húzni gyermeki énjét, annak ez a hely maga a paradicsom, ahogy az ember belép és meglátja a kastélyt. Hát igen, Csipke Rózsika kastélyát. Na de honnan ered a szórakoztató parkok története? Ugorjunk vissza az időben! A vidám parkok ősei az időszakos vásárok voltak. Itt magától adódott, hogy akinek nincs eladó terménye, az, ahogy a szólás is megőrizte, a saját bőrét viszi a vására. Sőt, olykor kicsit másét is kockáztatja. A középkor végére egész Európában jellemző volt, hogy különféle mutatványosok, körhintások és állatprodukciókkal fellépők járták a vásárokat. Az első vidámpark 1543-ban Koppenhágában nyílt meg, amely már helyhez kötött volt. Régen ezek a létesítmények legfőképp gyerekek szórakoztatására voltak alkalmasak. Walt Disney fejében még a II. Világháború előtt fordult meg először egy új típusú vidámpark ötlete, amikor az egyik kaliforniai vidámparkban járt a kislányaival. Feltűnt neki, hogy a legtöbb szülő nem tud igazán részt venni a gyerekek szórakozásában. Ezért olyan parkot álmodott meg, amelyet a felnőttek és gyerekek együtt élvezhetnek. 1955. július 17-én léphettek be az első látogatók a Los Angeles közelében épült Disneylandbe. A park évi 14,7 millió látogatójával még ma is az egyik legnépszerűbb szórakoztató központ a világon. A Disneyland nagyon közel van Párizshoz. Könnyen megközelíthető. Profin kialakított, direkt hozzávezető modern utakat hoztak létre. Szállodákat. Konkrétan egy külön város épült a városban. És mindez azért, hogy a családok szórakozását és jó kedvét minden tekintetben kielégítse. És ez sikerült is. Bevallom, mikor megláttam a különböző hullámvasutakat, pörgő, forgó csészéket, menekülőre akartam fogni. Én ebbe be nem ülök. Nem, kizárt dolog. Na jó, egye fene. Túléltem, és nem csak túléltem, de élveztem is minden egyes percét. A parkban találkozhatunk gyermekkorunk Disney mesefiguráival és számos mesebeli helyszínnel, melyet izgalmasabbnál izgalmasabb élményelemekkel járhatunk be. Az egyik fő attrakció a mesefigurák felvonulása. Egy életre szóló élmény részesévé válni az oly sokszor látott, olvasott meséknek, találkozni a mesehősökkel. S ha mindez még nem lenne elég, egy-egy Disneyben eltöltött nap záró eseménye a Csipke Rózsika kastélynál látható tűzijátékkal egybekötött lézersó. Főként a francia fiatalok és a gyerekes családok szeretik. A kisgyerekesek a Disneyland meseparkját, míg a fiatalok a szórakoztató vidámparki elemeket kedvelik. Sok francia, főként a párizsiak, egyébként gicsparádénak, drágának tartja, és egyáltalán nem egy tipikus francia helynek. A turisták körében ugyanakkor nagyon népszerű, sokaknak kihagyhatatlan hely Párizsban, jobban, mint például a Versailles kastély.
Szeretik, hogy kipróbálhatják Európában is a Disneylandet, mely sokkal közelebb van, mint az amerikai. Az első Disneyland a világ egyik legnagyobb szenzációja volt, mely minden korosztály számára élményt tudott nyújtani, és ez ma sem változott. A park elsőtől az utolsó percig mindenkit elvarázsol, egy legapróbb részletekig kidolgozott csoda, amit pontosan ezzel a céllal álmodtak és alkottak meg. A felnőttek újraélhetik a gyerekkorukat, szülőként láthatják a gyermekeik felhőtlen szórakozását, amikor a szemük láttára elevenednek meg a csodák. A jövő héten egy újabb időutazásra készülök. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az Aquarius Aqua, a Veritas Goldásvány vízgyártója.